Hol van koron, tudjátok-e? Nem annyira. Székelyföldön. Ezek a felvételek még szeptember közepén a nagyutazás előtt készültek. A felkészítő órán a gyerekek sorba vették az erdélyi településeket. Hol és mi vár rájuk? Nagyon készülünk rá, ez az első alkalom, amikor megismerkednek a gyerekek a történelem tanár bemutatójával, tehát Erdélyről, Székelyföldről tartunk egy rövid bemutatót, aztán természetesen a földrajzi sajátosságairól beszélünk. A Szegvári Intézmény idén is a Fábián Sebestyéni Arany János Általános Iskolával közösen pályázta meg a Határtalanul programot, amelyet az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatáskezelője finanszíroz. A projekt célja a magyar iskolákból minél több hetedikes diák eljusson az egykor magyar lakta határon túli településekre. A két intézményből összesen 60 gyerek és 7 kísérő tanár október 2-án indult útnak a székelyföldi Korondra és környékére. Négy nap, 12 programhely, több száz kilométer, Nagyszalonta, Arany János szülőhelye, a segesvári csata helyszíne, a tordai sóbánya és az aradi vértanúk emlékhelye. Farkaslakán Tamási Áron sírját látogatták meg a forrás diákok, túráztak a Medvetó környékén, 40 kilométert lovaskocsiztak Korond körül, és még sorolhatnánk. A gyerekek számára tankönyvből ismerős és mégis ismeretlen helyszínek. Olyan szenzációs élményekben volt részünk, hogy én felnőttként is azt mondtam, hogy ez egyedülálló. Ezt már a hazaérkezés után néhány nappal a programzáró előadáson mondja az igazgató, és a gyerekeknek is hasonló a véleményük. Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás, mert részben egy újfajta népet ismertünk meg, illetve sok nyelvet hallottunk. Melyik program tetszett a legeslegjobban? Nekem például a kézműves része, mikor Korondon az élményműhelyben fazekakat csináltunk. Nekem a táj tetszett a legjobban, meg az erdélyi havasok, hiszen olyat soha többé nem fogok látni a közeljövőben. Nagyon hosszú volt az út? Igen, hosszú volt, de mivel sokat zögtünk, meg beszélgettünk, így hamar eltelt az idő. Az utazásra a Határtalanul 2017 programban közel 3 millió forintot kapott a két iskola. Ez az összeg fedezte a teljes költséget, vagyis minden hetedikes ingyen utazott. A pedagógusok szerint önerőből kevés szegvári diák jutna el Erdélybe. Azt gondolom, hogy ez a legfantasztikusabb. Tehát ez az egész dolog a gyerekekről szól, a gyerekeknek szól, az élményeknek szól, a megismerésnek és a rengeteg új hatásnak, ami ilyenkor éri őket. Ismerkedés után. A Határtalanul program keretében 2010 óta megközelítőleg 100 ezer magyarországi diák vett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon. Az egy diákra jutó támogatási összeg idén 60 ezer forintra emelkedett, így önerőn befizetése nélkül utazhatnak a gyerekek. Szerintem minden program nagyon jó volt, és egy emlék maradt.